Köszöntöm a kedves nézőket, Horváth Kármen vagyok. Oscar-díjas film színpadi adaptációja Salgótarjánban. A Pillangók szabadok című romantikus vígjáték 1972-ben nyert Oscart Goldie Hawn-nal a főszerepben. A darabot most a Zente Ferenc bérlet és a Tolnai Klári bérlet hozza el február 21-én 19 órától. A szertelen Jill egyetlen vágya, hogy színésznő legyen. Már sikerült lakást bérelnie, most már csak fel kellene fedeznie őt valakinek. A lány összebarátkozik a szomszédban lakó Vagdonnal, aki az anyja túlbuzgó, nyomasztó szeretete elől menekülve költözött el otthonról. A srác meg akarja mutatni, hogy képes megállni a maga lábán. A két fiatal hamarosan egymásba szeret, ám a fiú anyjának nem tetszik a ledér leányzó. A Zente Ferenc Színház előadására szóló jegyek a József Attila Művelődési Központban vásárolhatók. Február 17-én pénteken 18 órakor a Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskolában a vízöntő jegyében rendeznek hangversenyt. Fellépnek a Művészeti Iskola tanárai, a Salgótarjáni Kamarazenekar és a Salgótarjáni Részfúvós Kvintett. Jegyek a Művészeti Iskolában kaphatók. Február 20-án 10 órakor a Szent Csata 71. évfordulójára emlékeznek Salgótarjánban. A városi koszorúzási megemlékezés a Magyar Kormányhivatal épületénél lesz. Az eseményen emlékező beszédet mond Fekete Zsolt polgármester. Salgótarján megyei jogú város önkormányzata és a József Attila Művelődési Központ rajzpályázatot hirdett óvodások részére Salgótarján várossá nyilvánításának 95. évfordulója alkalmából. A beadható munkák mérete 50x70 cm, anyaga karton vagy dobozkarton. A technika szabadon választható. A Városunk Salgótarján témában készült legszebb alkotások bemutatásra kerülnek március 15-én a múzeum téren. A rajzokat március 1-ig lehet beadni a Művelődési Központban, ahol szeretettel várják az óvodák és az óvis csoportok jelentkezését. Halvány Lila Gőz címmel egy teljesen új műsorral érkezik Salgótarjánba a sokak által kedvelt Larpullar Társulat. Március 3-án 19 órától láthatják a színpadon Szászi Mónit, Pető Zsoltot, Dolágsali Róbertet, Lár Andrást és Alter Egóikat. A vidám műsorra jegyek a József Attila Művelődési Központban vásárolhatók. Gangsta Zoli Nostradamus szerepében. Április 14-én 19 órától az Experidence Társulat mutatja be a Nostradamus Világok Vándora című előadását. Ez egy igazi örömjáték, ami az Experidence repertoár leglátványosabb koreográfiáit mutatja be. Főhőseink eljutnak Ausztráliába, Indiába, a gésák és a szamurájok országába, Japánba. A spanyol virtust és az orosz jókedvet is megtapasztalják, sőt még egy foci meccset is megnéznek Brazíliában. A nagy utazás történelmi korokon is átível. Egyiptomban tanúi lehetnek Kleopátra és Julius Cézár szerelmének, találkoznak Kopernikusszal, Erdélyből Dracula miatt utaznak sietve tovább, Amerikában pedig Elvis énekel nekik. Végül természetesen Európa szívében, Magyarországon lelnek hazára. A látványos előadásra a József Attila Művelődési Központban vásárolhatnak belépőjegyeket. Csütörtöktől indul a Pofon Csata az Apolló mozi műsorán. A vígjátékban Campbell amilyen kicsi, olyan buzgó, de egy napon a tanárként dolgozó fickó elköveti élete talán legnagyobb hibáját. Kirúgatja egyik kollégáját. Strickland viszont nem az a fajta, aki könnyen annyiban hagyná a dolgot. Úgy dönt, hogy egy tanítás utáni verekedésre hívja ki ellenlábasát. A tervezett bunyónak, a pofoncsatárnak gyorsan híre megy az iskolában, és minden osztályban a várva várt összecsapásra készülnek. Senkinek sincs kétsége afelől, hogy ki lesz az, aki sebek nélkül térhet haza. A programokról bővebben tájékozódhatnak a www.stkult.info weboldalon, vagy a Tarjáni műsorfüzetben. Kellemes időtöltést és további szép napot kívánok!